Utárvitte vitte Orbán Viktor válaszát az egykori mobigazgató kartkapitány kritikus nyílt levelére, amelyben korrupciós hullámról leromló teljesítményről beszél a korábbi vívó, aki új kezdetet sürget. Ez a közelgő mob tisztújítással akár el is jöhet, vagyis sport és politika lesz a témán Kovács Tamással. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, szervusz. Tamás, ugye számos problémát felvetettél Orbán Viktornak itt nyílt leveledben, köztük a korrupció szolgalelkülség kritikai hiány terjedő jelensége. A, a sportvilága éppen a példával szolgálhat -e erre, mint a közélet más terepei? Hát a sportvilágában nekem a problémám az, hogy teljesen átpolitizálódott a magyar sport. Tehát a sportági szövetségek élére politikusok, a legtöbb élén politikusok vannak. Ez még nem is ez a gond. A gond az, hogyha a hatalom embereket helyez el a sportági szövetségek élén, akkor előtérbe kerülnek a kiskaliberű emberek, mert egy, egy komoly szakember az tudja magáról, hogy, hogy, komoly tudása van, az nem fog lobbizni a újra a megválasztott elnöknek, hanem azok az emberek, a középszerűség, a, a gyenge szakmai hozzáértés kerül előtérbe, mivel ezek az emberek, vagyis az elnökök, a politikai elnökök általában ismeretek rá vannak általában ismeretek a sugókra, uh -huh, és kialakul egy kiskaliberű sugói gárda a magyar sportba, amely zsákutcába vezetheti az egész magyar sportot. Nekem ez a. Ah, értel, ez, ez egy nagyon, és a szakmaiság háttérbe szorítása ezzel. A magyar sportban mindig is Régebben és az elmúlt évtizedekben a magyar sportot mindig a szakmaiság jellemezte. Tehát az, hogy, hogy mindig a, a 90 évek előtt is voltak olyan szövetségek, ahol bebecsúszott egy-egy nem sporthoz értő ember. De ma ez teljesen e, arról szól. Tehát összeállt jelenség és rendszerének ez, Reng, a, ez a problémád, van. és az, hogy ez, egy, ez általános emberi tulajdonság nyilván nem, nem, nem magyar jelenség, pusztán az, hogyha egy vezető járatlan egy terepen, hiszen ugye a politikából érkezik a, a sporthoz, akkor, akkor a, a sündörgőkre fog a legtöbb hallgatni, hiszen. Ez a legnagyobb. Hiszen amit mondasz a, a, a komoly szakember általában az nem fog odállni, dörgölőzni, hogy Abszolút, én nem, fog segíteni, Mert egy hanem őt Meg kellene ]ja, keresni, de, de hát. Meg egyszerű valószínűleg a sündörgők gyűrűjén átjutni, az nem olyan egyszerű. Csak ebbe adottan. az is benne van, hogyha ellenáll ez a jó szakember, tehát ellenvéleménybe uh -huh. kerül a vezetővel, akkor még ki is rúghatják, eltávolíthatják a sportágból. Na most a Facebookon publikált nyílt levelre Orbán Viktor ezúttal igen korrekt módon ugye magánlevélbe válaszolt is neked. Szerinted most miért igen, amikor korábban nem? Szóval, hogy a, a sport azért ez úgy tűnik, hogy egy olyan, nem tudom, összekötő elem ebben a pillanatban, amire ő is felkapja a fejét? Hát ez elég érdekes, igen, mert én 2011 őszén írtam neki egy levelet, Orbán Viktornak arra nem válaszolt. Nagyon fontos időszakban volt akkor, mert a kvalifikációsal, a Londoni kvalifikáció előtt álltunk, és hát elég komoly zavaró pontosan egy olyan személy, aki politikai személy, elég komoly szakmai vitába keveredett velem, és hát ezáltal gátolta a munkámat, és én kértem a segítségét a miniszterelnöknek, hogy egy fél évvel a kvalifikáció lezárás előtt segítsen, hogy ez az ember ne szóljon szakmai kérdésekbe bele, mert, mert nem ért hozzá. Na de lám neked is a politikához kellett fordulni. Há, igen, erre nem kaptam választ, én, én döbbentem meg a legjobban most, hogy másnap reggel kaptam ezt a levelet, valóban egy nagyon korrekt levél, amiben nem titok, arra kért, hogy gondoljam át azt, hogy, hogy visszaküldöm ezt a levelet vagy nem. Mármint, hogy a nemzeti a konzultációs a, kérdésekre válaszol, mert abból indult ki, hogy igen, te, igen, te de igen. ezeket nem tartod jónak, ezeket a kérdésfelvetéseket, igen. Tehát sporttémákban nem nyilvánult meg a válaszában a kormányfő? Nem. Nem. Na most, euh, megnyugtatott-e valamilyen tekintetben az, hogy ő válaszolt? Tehát, hogy képesnek tartod-e ezt a kurzust, nevezzük a nemzeti együttműködés rendszerének, ahogy magukat hívják, erre a, hogy mondjam, stílus és hiba korrekcióra? És akkor most már majd eljutunk a mobhoz. Hát nekem ezzel a levélen az volt a gondom, hogy hogy nem levélben kell, és most akkor menjünk vissza azért egy pillanatra az olimpia rendezéshez, mert hát ott igen. is nekem az volt a gondom az olimpiai rendezésével, én nagyon szerettem volna, hogy olimpia a, a olimpiai, olimpiai párti vagyok, hogy nem volt nagyon rossz kommunikációt folytatott a, a kormány ebbe a kérdésbe, nem, nem fordult az emberekhez, nem fordult szakemberekkel, kiváló közgazdászokkal, hogy a, a, a lakosságnak elmagyarázzák azt, érthetően számokkal, hogy mit jelent Magyarországnak egy olimpia rendezése. Tehát nagyobb alázatot és több nyitottságot vártál volna. A, reggeltől a estig ment az, hogy jól teljesítünk, rezsicsökkentés, és az olimpiáról semmi értelmes kommunikáció. Nem volt a plakátokon kívül. Hát meg ráadásul az emberek meg attól is megijedhettek, hogy esetleg Brüsszelben lesz az olimpia. Nem? Hát persze, persze. Szóval, szóval egy nagyon rossz kommunikáció volt, és ez, én szerintem ez, ez egy prestíz veszteség volt a, a magyar sportnak, és szerintem Magyarországnak. Na most nézzük a sportot, ugye a mob tisztújítás előtt áll. Először lesz egy közgyűlés, ami, ami ugye technikai kérdéseket kell megvonni, hogy aztán mindenki szavazhasson. És hát ebben is hamar megszólaltál, jóval korábban az olimpia után, amikor beszélgetünk itt is, mondtad, hogy Borkai elnök úrnak távoznia kellene szerinted. Van komoly esélye az elnöknek a folytatásra csak szóval lesz -e ennek a hmm. tám sok támogatója, mit gondolsz? Egy kicsit menjünk vissza 2010, Orbán Viktor megjelenik a Magyar Olimpiai Bizottságba, a szövetségi vezetőknek tart a választások előtt egy, egy eligazítást, amelyben kijelenti, hogy a magyar sport stratégiai ágazat lesz, és kiemelt sportágok lesznek komoly támogatásra. Ez be is tartotta. 2011-ben mi elkezdtük az akkori vezetés, mint pár vezetésével, Molnár Zoltán, Bán meg jó magam, előkészíteni az új sportirányítási és sportfinanszírozási rendszert, de 2011-ben Schmidt Pál elment köztársasági elnöknek, jött Borkai e, úr, és, és lényegében megváltozott az egész vezetés. Három olimpiai bajnok e, kapta meg a lehetőséget, hogy ezt a e, egy, tehát egy csatornás irányítást és finanszírozást végrehajtsa. Óriási feladatot kapott a Magyar Olimpiai Bizottság, de nem öt évet kapott erre, nem ért a lehetőséggel. A Rioi Olimpia után a kormány visszaállt elvette a, régiumot, elvette a jogosítványokat, visszaállt. Jött az oda, a bizonyos utazási iroda. Utazási iroda visszaállt lényegében, és Ezáltal a sporttörvény is megváltozott. A MOBnak is az egész felállását és az alapszabályát meg kellett változtatni. Ez decemberben került a, a közgyűlés elé. Ott egy ellentmondásos alapszabály került, de elfogadásra került úgy, hogy január végén újra a közgyűlés elé kell egy kijavított alapszabályt, ezt nem tették meg a Borkaiék, és március végén a szövetségeknek a nyomására, vezetők nyomására Kósa Lajos vezetésével egy, egy, egy ülést hoztak össze, amelyen az a döntés született, hogy április 24-én egy rendkívüli közgyűlés kell, ki kell javítani az ellentmondásos alapszabályt, amivel kizártak olimpiai bajnokokat, kizárták igen, a... Majd a hibajavítás után lehet Az újonnan megválasztott szövetségi, hát lecserélődött egy csomó szövetségben igen. a vezetés, tehát az olimpia után, mint ahogy szokott, tehát tele volt hibával az alapszabály, ez most 24-én lesz ennek az alapszabálynak az elfogadása, és május másodikán lesz a rendes éves közgyűlés tisztúítással. Jelen pillanatban... Hány. Van mi, mi, igen, hát van, van, a Szabó Bence, két vívó hívja ki a hóra hát az a, a két vívó, amik több mint tíz évig a szövetség kapitánya voltam, tehát mind a két vívót nagyon jól ismerem. Nem is titkolod, hogy Kulcsár Krisztián aki aspirálását támogatod, hát, ha logikusan őt gondolkozunk, jó persze sokszor ebben az országban logikusan nem szabad gondolkozni, akkor egy ilyen öt év után, amikor a kormány kijelenti, hogy nem tudta elvégezni a munkát, akkor lényegében a Magyar Olimpiai Bizottság vezetése, akkor logikusan következik az, hogy egy új hard, egy, új, egy új, új vezetés kell a Magyar Olimpiai Bizottságba, és én, amikor olvastam az újságból, olvastam, hogy Kulcsár Krisztián Svájcból jelentkezett, én borzalmasan megörültem, mert minden szempontból a Kulcsár Krisztián megfelel erre a posztra, és azt kell mondanom, hogy egy a Kulcsák Krisztiánban jó értelemben egy, egy fiatal smit párt látok, aki, aki mind nemzetközileg, mind szakmailag, mint emberileg, mint sportdiplomata egy nagyon tehetséges ember. Arról nem beszélve, hogy 45 éves fiatal kora, kora ellenére egy nagyon komoly munka áll mögötte, mivel a a, a Bábnak volt a vezérigazgatója, a CIP banknak volt a főosztályvezetője, és most a Nemzetközi Vívó Szövetségnek a technikai igazgatója, négy nyelven beszél. Egy ragyogó választás lenne, Kulcsár Krisztián. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.